A füllet alkony megállt az utcán, aztán se le, se fel, mert a házak falaiból dőlt a meleg, s a villanylámpák körül udvara volt a felszálló pornak. A szoba már majdnem teljesen sötét volt, de Gyula nem gyújtott villanyt, és bügyök sem vágyott világosságra. Ez a nap a mámoros beteljesülés napja volt, amely, mint minden mámor, a vágynak újabb ablakait nyitogatta ki. Időnként Pirimama nyitott be. Gyuluskám, azt a kockás rövid inget nem találom, még szárad, mondta Bütyök, mert a ladóék is Pondorai nénivel mosadtak. Csak hat inget tudok adni, kisfiam. Elég az, pirimama. Az anyád azt mondta, az ünneplő ruhád is csomagoljam be, mert hát ha vendégségbe mentek, de István bátyád azt mondta, hogy nem lesz arra szükség. Dugja el, pirimama, most már István bácsi a főnök látta volna ott a cukrászdában. Azt hittem, a csillár szakad le. Nem szeretném, ha én rám úgy nézne. Ha az a jampec nem megy ki, hát képibe vágta volna a poharat. Jól van, kis kisfiam, majd eldugom. Most nagyra vannak a bizonyítványoddal, de arról senki nem beszél, hogy te, ugye, az én nevelésem vagy. Az én fiam, csak is Piri mama. És István bácsi az apám. Piri mama ezen kissé meghökkent, aztán leült a két gyerek mellé apád valami újítást csinált a gyárban, és ötezer forintot kapott. Azt mondta, hogy az ötezer forint nem számít, de a találmányra büszke és most boldog. Édesanyáddal majdnem összevesztek, hogy gépészmérnök leszel vagy vegyész. István bácsi mit szólt? Semmit, csak pislogott, mint a bagoly. És amikor apád azt mondta, hogy mérnök fejed van, csak mosolygott. Azt a hosszú csomagot a nagy koffer aljába tettem, tudod, amiben a hosszú léniák vannak. Nem szeretem ezt az éjszakai utazást. Gyűrődött leszel, mire odaértek, de Istvánnak reggelre otthon kell lennie. Azt mondja, a tehenek kevesebb tejet adnak, ha nem hallják az ő hangját. Na, de már jön is. És Piri mama kisurrant a szobából helyet adva a pótatya vaskos egyéniségének. István bácsi a jelek szerint kitűnő hangulatban volt, amiben része lehetett annak a kisebb fajta áldomásnak is, amelyet Ladó Gyula Ákos találmánya örömére ittak. – Szervusz, öreg bütyök! – mondta, és olyan barackot nyomott bütyök feje búbjára, hogy könybe lábadt az ifjú szeme. – Te nem jössz! – Hova? – simogatta bütyök a barack helyét. – Hozzám! – mondta István, és leengedte magát a díványra, amitől a rugók panaszos nyöszörgésbe kezdtek. Csend lett a szobában, mert ez volt a fiúk legtitkosabb gondolata, aminek azonban sok akadálya volt. Nem lehet, mondta Bütyök bánatosan. Egyáltalán nem lehet. Tetszik tudni a ruhákat, én viszem haza. Anyámnak fáj a lába, nem tud lépcsőt járni. Attól aztán még nagyobb lett a csend. Csak a szivarfüst illata gomolygott láthatatlanul, és a szivar parázsló feje, mint az egyszemű szegénység hunyorgott a homályban. Ne egye meg, dörmögött István, ki kell találni valamit. Te bizony, mondta újra. Elég hosszú a nyár, majd beszélek Ákossal, kelt fel hirtelen, mire a dívány olyan fájdalmasat nyikkant, mint amikor a kutyának a farkára lépnek. Kitalálni, sóhajtott bütyök, amikor egyedül maradtak. Mit lehet itt kitalálni? Géza bátyám is csak fényképeket küld, megint küldött egyet. Miért nem hoztad el? Na, nem lehetett. Anyám mérgében belevágta a mosóteknőbe. Pedig elefánton ült, turbánban. Hát, én akkor elmegyek. Mulas jól, tutajoskám, és gondolj rám is. És a két gyerek keze megkereste egymást a sötétségben. És írjál, tutajos, mindenről írjál. Írok. Nyugodt lehetsz, írok. Fogták egymás kezét, de nem a levélre gondoltak, hanem arra, hogy ki kell találni valamit. De mit? A lámpát akkor sem gyújtották fel, amikor Bütyök kiballagott, és cipője kopogása árván magányosan ugyanezt kérdezte eltűnőben a homályos lépcsőházban. Mit lehet itt kitalálni?